akkor jó munkát, jó éjjjel. Jó kívánság is járta a cipős dobozba tett ajándékok mellé. Több mint 400 felajánlás érkezett idén a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központnak. A hagyományos karácsony előtti akció során összegyűlt gyerekjátékok legnagyobb része már el is jutott azokhoz, akiknek gyűjtötték azokat. Ilyenkor már mi a különböző névsoraink és táplázataink az adományok tekintetében készen vannak, tehát tudjuk, az összes családsegítő esetmenedzser kollégák tudják már, hogy ki az, akinek ezeket a csomagokat juttatjuk, úgyhogy tulajdonképpen a mai délután ezeket szépen rendszerezni fogjuk. A családok átmeneti otthonába már ma délután, illetve a hajléktalanszállóra már ma délután lejutnak ezek a csomagok, és a jövő héten pedig a többiekhez is. Szekszárdon már hosszú évek óta hagyomány, hogy a helyi Babits Mihály Kulturális Központ cipős doboz akciót szervez karácsony előtt. Azt kérik a helyiektől, hogy rászoruló gyerekeket segítsenek így. A csomagolásra pedig írják rá, hogy hány éves és milyen nemű kicsinek szánják az ajándékokat. Több ilyen akciónk volt az adventi időszakban, és hát lassacskán vége felé érkezik az a programsorozat is, ami hasonlóan sok-sok nehezebb sorsú embernek jelentett egy-egy szép meghitt pillanatot. Nagyon sok civil és önkéntes szerepelt ezekben a hetekben a Babits Mihály Kulturális Központban és itt a előttünk szépen feldíszített téren. Ez mind-mind egy-egy apró kis szelete annak, amit a karácsony és ez a várakozás időszaka jelent nekünk. A mostani nehéz gazdasági helyzetben különösen jó látni, hogy minden korábbinál többen segítettek a rászorulóknak Szekszárdon. Ezt a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere mondta a csomagok átadását követően. Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Ház dolgozóinak. Egy az, hogy meghirdették, összegyűjtötték, és ilyen rendezett formában tárolták, és így át tudjuk adni a Humán Szolgáltató Központ vezetőjének, és köszönjük szépen minden támogatónak a segítséget. A cipős dobozok kiszállítása tehát még szenteste előtt befejeződik.